második már nem kerül be, hiszen Johannes Gola megsértette a kapu előteret. Lékai Máté meg lehet, hogy megsértette Benjamin Buricsot azzal, hogy megszerzi az első gólját. Ligetvári. Jajjá, vissza, szép játék volt emberelőnyben Lékai góllal a végén. Ez most tökéletes volt. 6 perc után lőtt, megint gólt a Veszprém. Két gólos Lékai Máté. Amellett, hogy 4-ből 4 volt a mutatója a Dinamo ellen, remekül osztogatott, 7 métereseket harcolt ki. És az utolsó 10 percben, negyed órában nem is kellett a pályán lennie, akkor játszottak a fiatalok. Gottfriedson, Mensa. Rossz a bejátszás, üres a kapu, ha minden igaz, még mindig az Lékai gól! 45 másodperc alatt az emberelőny egyelőre 2-0, és ez sokkal jobban fest már, mint a 11-7, mint amikor ránézett az ember a 11-5-ös táblára. Nagyon higgadt, nagyon nyugodt volt Lékai, nem kapkodta el egyből, már itt is lőhetett volna, inkább pattintott egyet, és utána kényelmesen. Jahia, Maé, Lékai, szép gól! Elfogytak előle az emberek, vagy maximum egy maradt Johannes Golla, őt meg simán átlőtte, vagy ellőtte mellette Lékai Máté. Viszont a szünetre teheti közé a legnagyobb különbséget a Veszprém. 10 másodperc még. Nenadić, Makeda, Lékai érkezik, gól! 15-11, 3 másodperc van hátra, korán lesz, visszaér. Cserék közül egyértelműen a Veszprémnél tudnak többet hozzátenni, lásd Lékai Máté. Továbbja is aránylag fegyelmezetlenebb abból a szempontból a hazai védelem, hogy a Totótól egy teljesen felesleges előrelépés volt, messze előre megnyitva a helyet Lékainak. Makeda a 8 gólos vezetésért támad a Veszprém. Lékai futtából, felugrásból, ez fociban kapáslövés. Gyönyörű kapáslövés volt, a számból vetted ki a szót, és nagyon jó ütemben érkezett Nenadić félig megszerzett előnyére. Makeda, Lékai, simán megveri az emberét, és könnyebb gólt szerez, a bal alsóba teszi a labdát. Jó lenne valahogy ebből a kis kipacsart helyzetből is gólt szerezni. Lékai, úgy bizony, Lékai Máté! A maga megszokott könnyed módján, test mellett visszahúzta. Az első gólja. Eltelt újabb 10 perc, a mérkőzés utolsó harmada kezdődött. Lékai, szép lövés! Színes támadójáték. Meg volt a két lehetősége, hogy akár betörjön, egyes-kettes között átlövést választott a test mellett. Jajjá, Lékai, Nenadić. Vissza Lékaihoz, gyönyörűen mutatta be a hát mögött, remek! Nenadić, ön mellette Lukács, csak egy fél ütemmel később. Lékai viszont mindez nem zavarja, olyan motiváció érezhető mindenkin, tényleg, mint hogy ez egy döntő lenne. Azt hiszem, ez Lékaira hatványozottan igaz, és igaz kell, hogy legyen. De persze, hát azt hiszem, hogy az összes játékos közül a legmagasabb szintű, aki nem játszott tegnap. Lékai, az is jó! Kis érdemes lesz nézni a csuklóját a nyelvésnél. Jól játszik Lékai Máté.